Tolnán csendes megemlékezés keretében a városvezetői és Horváth István a megye egyes számú választókörzetének országgyűlési képviselője tisztelgette a 48-as forradalom hőseinek emléke előtt. A Pesso Felágnes polgármester arra emlékezett, pont egy esztendeje annak, hogy a világjárvány miatt elmaradnak a közösségi megmozdulások, így a nemzeti ünnepekről való közös megemlékezések is. Ennek az egy évnek azért nagyon nagy tanulsága, az én azt gondolom, hogy a szabadságot azt talán éppen akkor érezzük fontosnak, amikor elveszni látszik. És ez az egy év, ez arról szólt, hogy ugyan nem olyan szabadságra vágyunk, mint 1848-ban, amikor kitört a forradalom, vagy 1956-ban, vagy 1989-90-ben. Ez egy másfajta szabadságvágy. Egy kicsit az emberek a mindennapjaikban most a bezártságokon kéne, hogy egy kicsit túl tudjanak jutni. Én azt gondolom, hogy ezen a szabadságon csak úgy tudunk túljutni, hogyha még egy kicsit türelmesek vagyunk, még egy kicsit várunk, és én nagyon remélem, hogy a következő ünnepeinket már nagy számban tudjuk megtartani.